A bajnokságban eddig veretlenül menetelő Falkó Trend Optika KC a Szeged kosárlabda csapatát fogadta közel 2000 néző előtt az aréna szaváriában. A szombathelyek ugyan jó ritmusban kezdték a mérkőzést, ám a tiszapartiak az első fél időben még határozottan jól tartották magukat. A szünetben csupán 56-51-re vezettek a sárga feketék. A térfélcserét követően azonban szépen lassan elhúzott Kálmán László együttese, és végül 122-98 arányban nyerte meg a derbit. A vasigárda így négy meccset követően négy győzelemmel a tabella első helyén áll. A falkó legközelebb szombaton 18 órakor lép pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig a megyei rivális körment otthonában.